Évtizedekkel ezelőtt Németországban történt az az eset, amikor egy fiatal fiú, Hans, az osztálykirándulásukon kísértetet látott. A társalgóban is szogattak barátaival, amikor úgy érezte, hogy elálmosodott, ezért felment a szobájukba lefeküdni. Holdfényes éjszaka volt, ezért az ágyból a fiú az egész szobát belátta. Egyszer csak egy ködös alakot vélt felfedezni a szoba egyik sarkában. Női alak volt, sötét ruhát, világos kötényt viselt, és óriási ruháskosár volt nála. Hans először azt hitte, hogy az elfogyasztott alkoholtól halucinál, ezért megdörzsölte a szemét. A női alak azonban továbbra is ott volt. A fiú úgy látta, mintha a nő éppen teregetne. Átnyúlva a falon egy nem látható ruhaszárító kötélre. Mivel már végképp nem akart hinni a szemének, felkapcsolta a lámpát. Ekkor a nő hirtelen ránézett, mint akkor vette volna csak észre. Oda sétált Hans ágyához és az arcához hajolt. A fiú megrémült a nő sápat arcától és holt tekintetétől. A fejére húzta a paplant és reggelig erősen bújt. A történteket másnap nem merte senkinek elmondani, nehogy kigúnyolják, ám véletlenül meghallotta, hogy a szomszédos asztalnál egy másik vendég is hasonló élményekről számolt be. Hans azóta is megvan róla győződve, hogy azon az éjjelen tényleg látott egy szellemet.